A Városi Múzeum 2012-ben csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos kezdeményezéshez, amelyre érdekes előadásokkal, játékos versenyekkel készültek az idén is. Kalandozások a természetben címmel a Templomdombon tölthettek el az ajkaiak egy tartalmas estét június 23-án. Azért is volt nekünk ez fontos, mert azt tapasztaltuk, hogy az ajkaiak bizony nem feltétlenül tudják azt, hogy hol van a Városi Múzeum, vagy ne adj Isten, ugye amióta átadták 89-ben, azóta esetleg nem látogatták meg, holott azért, ha nem is nagy ütemben, de azért történnek itt változások. 2017. novemberében megújult az Ajka természeti környezetét bemutató kiállítás, ez adta az ötletet a program elnevezéséhez. Az ide látogatók leginkább visszatérő családok, baráti társaságok, de az emberekkel beszélgetve kiderült, hogy néhányan első alkalommal jártak a városi rendezvényen. Miért döntöttél úgy, hogy eljössz? Hát mert már kíváncsi voltam rá, mindig valami dolgom volt, és ami közbe jött, és most épp ráérek, mondtam, hogy akkor itt a helyem. Általában egyedül, vagy a barátokkal? Barátokkal. Egyedül nem szeretem. Így társaságban sokkal jobb. Jobban telik az idő, és jobban is érezzük magunkat. Matyikó Tibor természetfestő, grafikus részletesen mutatta be Barátom a természet című kiállításának képeit. Most inkább egy grafikai anyagot hoztam, részben a szállítás miatt, mert a festményeim nagyobbak, és jól tettem, hogy így döntöttem, mert itt elég szűk a hely, és itt a grafikáim jobban érvényesülnek, és egy-két festményt azért hoztam mutatóba. Az alkotó munkáit most először láthatta a közönség, aki elárulta, hogy számára a természet jelenti a mindenséget. Nagyon szeretné, ha a mai gyerekeket is megragadná a körülöttünk élő növény és állatvilág, az erdők-mezők szépsége. Mit gondol, hogy ma Magyarországon milyen az embereknek a viszonya a természethez? Hát én talán az iskolában, ahol dolgozom, ott tudom lemérni, hogy a gyerekeknek szörnyű, katasztrofális. Tehát nagyon el vagyok szomorodva, mert mi azért másképp álltunk az állatokhoz, amikor gyerekek voltunk. Hát inkább az, hogy megfigyeltük. Például emlékszem, mikor a kajári laposon először láttam szarvas rudlit, és kiszakadt belőlem egy ordítás, hogy szarvasok, és annyira fantasztikus érzés volt. Tehát mi valahogy más. Ugye akkor nem volt ennyi média, tehát jobban inkább a könyvekre voltunk hagyatkozva, mesekönyvekre, tehát onnan szereztük az információkat, és nagy élmény volt, amikor a valóságban is találkoztunk, vagy például amikor egy osztálykiránduláson a Bakonyba, Csesznek közelébe, egy öreg bükkösbe jártunk, és nekem az egy fantasztikus élmény volt, a mai napig nem felejtem el. Akik lemaradtak róla, vagy újra megnéznék a műveket, június 30-áig még megtehetik a múzeum nyitvatartási idejében. Szádvári Gyula, az ismert túrázónak a 30 éve elhunyt Rockenbauer Pál emlékét idézte fel vetítéssel egybekötött könyvbemutató előadásával, Túraélmények Irodkőtől Hollóházáig címmel. Kiderült, hogy a televíziós műsorvezető jó barátja volt, akivel gyakran rótták együtt kitartóan a kilométereket. Mi jól megvoltunk egymással. Érdekes módon én úgy emlékszem, hogy kicsit ő inkább vallásos volt, mint nem, de ez a téma például soha nem etődött fel köztünk. Tehát ez a dolog, hogy most kinek milyen vallású, meg egyébként nem is tudom mai napig se, hogy milyen vallású volt. Mi az, ami felvetődött? Hát leginkább arról, hogy hol járt, merre járt. Volt úgy, hogy kikísértem a Ferihegy repülőtérre például, amikor mentek Kubába forgatni. Tehát ez a világjárás, meg az, hogy hát ő megjárta ugye Antarktiszt is, meg sok helyet. Hát az volt számára nehéz, amikor tudomásuk kellett tenni, amikor nem vitték magukkal, hanem vitte magával a csapat Spitzbergákra például, hiába készült fel rá, hogy már ahhoz ő öreg. Hát ő úgy járt azzal, mint én most legutóbb Sri Lankával, hogy fölmentem az 1300-as lépcsőfokon a Sri Lankának a köllökére, de már visszajönni majdnem nem sikerült, tehát ilyen erőléti probléma is közben jön.
A gyerekeket és a játékos kedvű szülőket a kézműveskedés mellett tudáspróba és ügyességi feladatok várták a múzeum megújult természettudományi részéhez kapcsolódóan. Többek között kipróbálhatták a QR kódos keresést, a szimat szondát, kiderül, mi bújik meg a kiszsákok rejtekén, és kedvükre bogarázhattak Szijjártó Tamás lepke gyűjteményében. Ajka környékének lepkefónájának gyűjteménye, nappal és éjszakai lepkefajok, igazából ez a gyűjteményemnek csak egy része. Ezt hoztam így a demonstráció szempontjából a talán a leglátványosabb fajok Ajka környékéről. Ez nem a teljes fauna, több száz faj is él Ajka környékén, ez csak egy töredéke Ajka környékének, lepkefónájának. A madárbarátok is képviseltették magukat a programon, akik a hazai madárállományt kísérik figyelemmel. A hűvös, borongós és kiszámíthatatlan időjárás miatt a többség kérését tiszteletben tartva Kövi Szabolcs az Elveszett Földrész címet viselő koncertjével a négy fal között varázsolta el a jelenlévőket. Igaz, a helyiség kissé szűkösnek bizonyult, mert többen csak a koncertre voltak kíváncsiak, ezért kizárólag ekkor érkeztek.